Szervusztok, szeretettel üdvözöllek benneteket, és ezt az előadást, ezt információ átadásra tervezem, hogy meg tudjam mutatni, hogy mennyire fontos a belső munka, és hogy mihez vezet. És, mint látjátok, a, az előadás címe az, hogy hogyan befolyásolják a tudatalatti árnyoldalaink az életünket emlékeztek, mondtam, hogy vannak az érzelmek, alatta a hiedelmek, alatta a töredezett elme, és legalul vannak az árnyoldalaink. Mind a négy nagyon fontos, mind a négy terület, és ebben az előadásban beszeretnék nektek mutatni egy ilyen, ahogy mondtam, ilyen 10 kilométerből egy, egy átlátást arra, hogy lássátok, hogy mi történik bennünk, és mi történik az emberiséggel. Sok árnyékoldal van, vagy árny árnyékoldal réteg van bennünk, és a legfelső, amit úgy hívunk, hogy fény árnyékok, ezek a maszkok, ezek a szerepek. Itt van a szorgalmas, a kitartó, a megbízható, és a felelősség teljes. Ez nem egy teljes lista, csak betettem egy pár példát, hogy ti is lássátok, hogy. Mi van? Erről csináltam ezt a másik videót, amikor mondtam, hogy ez a legfőső szint, amit az önéletrajzba teszünk be. Kedves, megbízható, szimpatikus, stb. És az embereket úgy tanították, hogyha erre fókuszálsz, akkor mész a fény felé, és itt van a megoldás. De ez igazán csak egy felülírás. Ez csak a legfelső réteg, ami egy hamis réteg, olyan szinten hamis, hogy ami alatta van, az a tudattalamban van, és ki van törölve. Akkor az alatta lévő tartományt azt úgy hívják, hogy gyenge árnyékok. Itt vannak a gyengeségeink. Itt van a szomorúság, és valamilyen szinten egy elnyomott harag. Ami nagyon érdekes az elmében, hogy a szomorúság és a harag az együtt utazik. Ez, amikor már tisztítottuk az elmét nagyon hosszú ideig, akkor ez a szomorúság-harag megjelenik egy sokkal agresszívabb egy intenzívebb formában, amit úgy hívnak, hogy bú- és düh. Mindig együtt van a kettő, tehát amikor dolgozom kliensekkel, akkor ezt a kettőt, ezt mindig egyszer engedem el. Ha csak a haragot engedném el, például ami a legfőső és a legnyilvánvalóbb, akkor a, az ember vagy a, a, kliens, a páciens az olyan szomorúságba érezné magát, hogy az nem fog tudni funkcionálni. Azért javallom, hogy ezt a kettőt egyszerre kell elengedni, és ahogy, ahogy, tudjátok, hogy össze, együtt utaznak, össze vannak kötődve. Az ego ide tereli be az embereket, az úgynevezett sikertelen próbálkozások után, és próbálja meggyőzni őket belső tudattalan hiedelmekkel, hogy hogy ez az igazi, ez a cél, és azt szeretné elérni, hogy a nyomorultság és a szenvedés az egyedüli lehetőség. Én, én itt voltam már, gondolom ti is ott voltatok, itt van megrekedve az egész ország, itt van megrekedve az egész világ, csak azt szeretném elmondani, hogy minden ez, a tipik, ez az árnyoldal, az valaminek egy kompenzációja. Emlékeztek erre szól, hogy kompenzáció. Hadd mondjak egy gyorsan egy példát, igazán az árnyoldalak születésére, vagy keletkezésére, és akkor ez könnyebb lesz megérteni. Amikor velünk valami történik, és leszídnak, megszégyenítenek, akkor nagyon gyors dolgok történnek az elmében. A másodperc töredéke alatt Döntéseket hozunk, és elutasítunk olyan részeinket, ami akkor éppen abban a szituban nem volt kívánatos. Ezeket a részeket mi megszégyenítjük. Például mondok valamit. Mondjuk ott van a, egy kis gyerek, második osztályban, mondjuk 7 vagy 8 évesen, és beszél. Csácsok, mert jó kedve van, a tanár meg szigorú, meg tudatlan, és megfordul a tanár, aki éppen a táblára írt, és azt mondja, hogy hát nem látod, hogy írok, hát mi ez a szemtelenség? Hát hogy lehetsz ilyen szemtelen? És akkor az az árnyoldalunk teremtődik meg abban a pillanatban, hogy szemtelenek vagyunk. Lehet, hogy éppen akkor kiröhögjük, de a tudatalattiba született ez úgynevezett struktúra, a szemtelen gyermek. A szemtelent mi ugye nem akarjuk igazándiból elfogadni, és akkor kompenzálunk. Akkor azt mondjuk, hogy hát akkor befogom a pofámat, akkor nem szólok többet. És ez ahhoz vezethet, hogy nem mondjuk ki onnantól kezdve a véleményünket, nem nyílunk meg, nem leszünk csácsogók, és az egész, hogy úgy egy ilyen dominoeffektus beindul, lemondunk igazán a magunk teljességéről. Tehát ez a lemondás, a teljességről befogjuk a szánkat, ez a kompenzáció, de ez azért volt, mert minket valaki szemtelennek hívott, és azt a szemtelen részt, azt mi megtagadtuk magunktól. Ezért mondtam azt, hogy ha bármi olyan van, hogy azt mondjátok, hogy ez én nem vagyok, ez én nem, nem szeretnék ez lenni, ezt nagyon őszintén át kell nézni, mert mindegyik olyan, amit mi nem szeretnénk lenni, vagy nem szeretnénk, hogy annak hívjanak, az bennünk van egy el nyomott, megszégyenített árnyoldal. És minden árnyoldal, ami bennünk van, az a szégyenérzetet teremti, és a szégyenérzet mögött ott van a bűn tudat. A bűntudat a legutálatosabb, negatív, vagy, 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 vagy romboló érzelem, és ez az, az egónak az üzemanyaga. És amikor bűntudat van, ami minden embernek több tízezer rétegben van, akkor egészségügyi problémákba kezdünk szenvedni, akkor anyagi problémákban kezdünk szenvedni, akkor kapcsolatbeli problémák jönnek fel. A bűntudat a legrombolóbb érzelem, de mivel minden egyes árnyoldalunkban ott van, belül, ez úgy képzeljétek el, hogy ezek a szavak, amiket itt leírtam, hogy szerencsétlen, unalmas, vesztes, azok azok a papír csomagok, amit metaforikusan szimbolizáltam abban a raktárhelyiségben. Tehát a vesztes, az ki kell csomagolni. Oké, honnan jön? És akkor átvizsgálni, és akkor tudja, hogy abban a csomagban vannak ezek a lapok, azokat szépen át kell vizsgálni. Miután az ember ugye elkezd meditálni, meggyógyulni, a legtöbb ember arra fókuszál, hogy ezeket a sárga mezőben megjelenő dolgokat próbálja enyhíteni. Nem szeretnék depressziós lenni, nem akarom, hogy mártír legyek, nem szeretném ezt az áldozat valamit, de az történik, hogy amikor az ember erre figyel csak, mivel hát egy említettem nagyon kevés ember ismeri, hogy ezen túl mi van, ahogy feloldjuk igazándiból a szenvedéshez való kötődésünket, és ahogy feloldjuk a nyomorultsághoz és a mizériához való krónikus kötődésünket, akkor beesünk, amit úgy neveztem eddig, a kígyóverembe. És látjátok ezt a piros vonalat, ez a kígyó, ez az a csapóajtó, ami megnyílik, és beesünk akkor az alatta lévő tartományokba. Azt is említettem, hogy ez nem rossz hely, ez az útnak egy része. És én azt láttam most már, mivel évek óta tanítom, hogy nagyon kevés ember jártasít. Nagyon kevés ember tudja, hogy ez van, nagyon kevés ember tudja azt, hogy itt mit kell kezdeni, és ezért vagyunk ekkor a pácban, mint egyének, mint társadalmok, és mint egy civilizáció. Ha Emlékeztek arra az előadásomra, vagy videó az inkább, mikor olyan viccesen mondtam, hogy tudod, föl van az önéletrajz, és az kompenzál valamit, tudod, akkor a, a megtagadott részeinket. Nagyon sok ember itt nem érzi jól magát ebben a rózsaszín vagy sötét árnyékok tartományában, és mivel nincs meg a, hát a hozzá szükséges tudás, technika és a, a mentorság, akkor előbb-utóbb itt megrémülnek, és olyan következtetésre jutnak, hogy rossz helyen járok, egy párat lehet, hogy megoldanak valamilyen technikákkal, és azt mondja akkor az ego, na jó, már láttál eleget, itt a pofa be, megyünk föl a sárga mezőbe, Ez, ezt hívtam pilóta kexnek, vagy ilyen oreo keksznek, és a sárgában van megrekedve a világ. És amikor mi elkezdünk profin megismerkedni a sötét oldalunkkal, csak is akkor tudunk igazi eredményeket elérni. Gyógyulásban, anyagiakban és kapcsolatbeli minőségben. A kapcsolatokban is, ami a másikban, a partnerünkben nem tetszik, az bennünk van itt a kígyóveremben. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a másik, tudod, a partner egy arrogáns ember, akkor az arrogánsság az bennünk van, mint egy elutasított, megtagadott árnyoldal. Az árnyoldalakban az a, a trükkös, vagy a nehéz, vagy a kihívó, hogy eleve 90%-áról nem tudunk. Azzal is betettek minket, hogy ezt majd mi lehúzzuk, és majd meditációval be, be, megjön a válasz, nem jön meg. Ezt tanulni kell. Keményen tanulni kell. Ennek van egy nagyon precíz listája, és minden egyes ilyen csomagnak van egy precíz pszichológiája. És, mint említettem, a kapcsolatokban, ott van például, most kiemelek egyet, a kontroll őrült. Rengeteg ilyen van. Rengeteg narcissistikus kapcsolat van. De az csak azért van, mert valamilyen szinten ezt mi bevonzottuk, nem azért, mert velünk valami rossz van, hanem azon a bevonzáson keresztül ebből nekünk tanulni kell, és fejlődni kell. Ez, ezek a dolgok a törzsfejlődésünkhöz vannak hozzákötve, és minden, ahogy említettem a másik videóban, minden partnerünk abba segít, hogy mi fejlődjünk. Viszont az ego meg azt csinálja, hogy elkezd vádolni, hisztizni, csapkodni, és az összes bennünk lévő integrálatlan részt, az invertált, romboló hiedelmeket, akkor azt a tízezer töredezett elmei részt és az árnyoldalunkat mi csak a másikban látjuk. Ez is, ahogy említettem, ez egy tükör, csak amikor nem tudja az ember a, a tükröt lefordítani vagy értelmezni, akkor általában mindig a viselkedésre fókuszálunk, és a viselkedés az csak az első lépés. Tehát itt vagyunk ebben a sötét árnyék oldalban, ami a kígyóverem, ott van akkor a parazita, az agresszív, a támadó és látjátok, ti is el tudjátok olvasni, akkor az erőszakosságunk, a bosszúállóságunk, az arrogánsságunk, a segfejségünk, a gyilkosságunk, és amíg ezek integrálatlanul maradnak, addig mi abban a világban élünk, hogy ezek mind játsszák a maguk szerepét, a maguk játszmáját, de mi fizetünk ezért egy kemény árat. Mi rajtunk keresztül, mintha mi lennénk az áldozatai, jönnek ki. Például vegyük a legelsőt a kegyetlent. Ez vagy úgy jelenik meg, hogy mi kegyetlenek vagyunk, vagy velünk kegyetlenek. Ugyanaz az energia. Más nem fog velünk kegyetlenként bánni vagy kegyetlen lenni, amikor a mi kegyetlenségünk, az árnyoldalunk már integrálva van. Ezért is mondtam többször, hogy minden bennünk van, ezt meg kell emészteni, én tudom. Én ezt, mikor évekkel ezelőtt tanultam a mentóriaimtól, nekem is tudod, egy kicsit a, a, szám tátva maradt, hogy én vagyok az az arrogáns, bosszú álló, erőszakos seggfej. Hát ki más? Mindenki az. De amikor ezeket integráljuk és semlegesítjük, akkor az történik, hogy már semleges lesz az arrogánság felé. A tekintetünk vagy az érzelmünk nem fog az arrogánság Másban minket zavarni, és amikor egy ilyen árnyoldalt mi integrálunk, akkor sokkal jobban fogjuk magunkat érezni, és egyre inkább megyünk a fény felé. A legtöbb ember azt hiszi, hogy a fény felé menni azt jelenti, hogy föl. hozzáteni ehhez a zöld mezőhöz. Többet. A fény legalul van. Leges legalul, ahogy mondtam, a raktárhelyiségnek a leghátulján. A raktárhelyiség hátulja az ennek az oldalnak az alja. Nagyon sok ember, aki traumatizáltak, az például aktiválja a benne lévő gyilkos árnyoldalt. Ez a gyilkos, ez nagyon veszélyes, mert ez ránk támad 15-20 év múlva. Ezért vannak immunrendszer betegségek. Minden traumában legyen az fizikai vagy szexuális bántás, mi nem vagyunk olyan alamuszik, mint ahogy hisszük, mi kinyírjuk a támadót, kinyírjuk az elménkben, kinyírjuk. Ettől viszont mi úgy megrémülünk, hogy ezt az ego ellenünk használja, titokban bújtatva minket gyilkosnak hív, és akkor ezt mi próbáljuk kompenzálni azzal, hogy segítünk másoknak, hogy fú, adjuk, szórjuk a pénzt, folyik ki a kezünkből, mert ezt a, ezt a gyilkossága járó szégyent és bűntudatot, amíg ezt struktúrálisan szét nem szedjük és meg nem gyógyítjuk, addig ez bennünk egy nagyon ölő érzést fog kelteni. Ezért vannak betegségek. A betegségek ebből a rózsaszínból, bő, á, tartományból és a kék tartományból, meg az alatta lévő tartományokból erednek. Amikor én gyógyítok, segítek embereknek gyógyulni, amikor én távgyógyítást csinálok, akkor én itt vagyok, itt mozgok, ebben a, az alsó régióban, mert itt vannak a megoldások. Van még egy nagyon fura, de nagyon érdekes és nagyon fontos rész, például az emberek a, mikor félnek a kurvaságtól. Elnézést a nyelvezetért, itt nem Káromkodni akarok, hanem a az árnyoldalaink azok egy nyers, akár faragatlan nyelvezetnek is egy kitükröződése, de ha ezt nem tudjuk elfogadni és kimondani, és, és vele megküzdeni, akkor az, az ego és az zárnyoldalak fognak rajtunk uralkodni. Amikor egy nőt mondjuk bántanak szexuálisan, ennek van több ö, szintje, akkor az a lány vagy nő az úgy érzi magát, mint egy kurva. A kurva nem most született ebben az életben, hanem múlt életekben már voltunk azok. Minden férfi volt egy nő kurva, minden férfi volt himringyó, minden nő volt férfi, és így tovább. Tehát azért mondom, hogy nem kell magadra venni, hanem ezek ilyen logikai struktúrák, és hogyha át tudod tekinteni úgy, és neki mersz vágni, anélkül, hogy a te férfiasságod vagy a nőiességed ki lenne hívva, akkor lesz abból igazán előrehaladás. És ki szeretnék még egy, ett valami, egy emelni, akkor ott van a, hát az angolul úgy hívják, hogy bitch és diva bitch. A diva, azt hiszem magyarul is így mondják, a bitch az inkább ez a kis ribanc, az a szemtelen ribanc. Ez egy nagyon fontos megoldani való mindenkiben, mert ahogy elkezdünk a fény felé haladni, ami azt jelenti, hogy lefelé megyünk ezen a táblázaton, ami azt jelenti, hogy azon a raktárhelyiségen előről hátra haladunk, akkor az ego a szemtelenségével elkezd minket úgymond próbálni megállítani, és innen jön az, hogy hisztizünk, ez az a hisztinek az első része, vagy első a szintje. Valaki mond valamit, valami nem úgy van, ahogy mi akarjuk, akkor hisztizünk, csapkodunk. És ez azért van, mert akkor ott van az a csapkodó hisztis ribanc árnyoldalunk, amikor az már integrálva van, akkor már teljesen jobban és érettebben tudunk szituációkra reagálni. Ez mindenkiben ott van, tehát a férfi, nő, fiatal, idős nem számít. Ez a háttérprogramnak egy fontos struktúrája. Viszont ami amíg ismeretlen, addig, ahogy ti is látjátok, ez futtatja maga a cirkuszát. És ezeket hívják én kunknak vagy önfogalomnak, és mindenkinek több ezer van itt. Oké? Okay. Ez alatt, akkor ahogy említettem, vannak az úgynevezett tő árnyékok. És innen jön a rossz hozzáállás, igazán innen jön az alapvető sebeinknek az irányítása. Innen jön az is, hogy az ember segítséget szeretne nyújtani valakinek, de mi elutasítjuk. Nem, köszi, én jól vagyok, levágta vonat a vonatalában, kösz, minden jó. Akkor innen jön ez a felelőtlenség, és a legfőbb traumáink. 14 traumatípus van, mint említettem az angol nyelvű előadásomban, magyarul majd me elkészítem csak, az egy kemény meló. Jó? Tehát itt van a felelőtlenség, a felelősség elhárítása, itt van például az árva gyerek, itt van akkor az összes régi traumánk, az, az ego igazi, nagyon aljas, mafiózó szintű hisztie és dühei, düromai és nagyon sok betegség jön innen. Innen jönnek az őrjöngéseink. És a legtöbb őrjöngés az ugye nagyon ijesztő nekünk, mert nem tudjuk, hogy honnan jön, és akkor ezt is kompenzáljuk. Akkor próbálunk jó fejek lenni. Jó, jó fiú, jó kislány. Ez minden olyan jön, hogy a rossz fiú meg a rossz kislányt azt valaki szégyenbe hozta, azt a szégyenbehozást azt mi elfogadtuk, és most a dühöngés az egónak így a, úgynevezett fedőtörténete, vagy a fedő viselkedése, hogy ne jöjjünk rá arra, hogy ezek az árnyoldalaknak a specifikus integrálásával és átvizsgálásával ezt a dürohamot el tudjuk engedni. Minden betegség a dűrohamból van. Legyen az rák, legyen a szukorbetegség, legyen az gerinc probléma, bármi agy probléma, szív probléma, minden a dűrohamból jön. És, mint látjátok, nagyon nehéz hozzáférni, mert ehhez eszméletlen, precíz, tudás kell. Ezt én is csak körülbelül 5-6 éve tudom, mert a mentorjaimtól tanultam. És akkor ugye én szépen rendszereztem, szisztematizáltam, és azért mutatom meg nektek, hogy ezek a tartományok léteznek, és ahol éppen a legaktuálisabb esemény, vagy az érzelem jön fel benned, akkor valamelyik tartományban itt er, az az a probléma, vagy az az érzés, negatív, vagy a hamis érzés innen ered. Itt ebben a tőárnyéki tartományban van igazán azok az ellenállások, hogy vannak azok az ellenállások, ahogy az ember nem tudja elérni az élet célját. Az ego ide betett olyan programokat, hogy olyan értelmetlen olyan céltalan lesz az életünk. Ahogy mondtam, az ego ugye ez egy ilyen mafiózó. Ezen a területen már szadiz minket. De nem kellett -e megjedni, hanem azért kell erőt nyerni, meg erővel, meg tudatossággal haladni tovább, hogy tudd azt, hogy ez egy kemény kiképzés. Tudod, nem kell tőle megfodamodni, hanem tudni kell, hogy kell navigálni a helyen. A tőárnyékok alatt ott vannak a DNS árnyékok. Ebből 64 van, és mindegyiknek van 5 alága. Innen jön az, mikor az ember becstelenül viselkedik. Mindenkiben ott van. Innen jönnek például a kapcsolatokban a megcsalások. Minden megcsalás az egy érdemtelenségnek egy kompenzációja. Ahogy ti is gondolom, látjátok, hogy mindenki a viselkedést bírálja, mivel nem érti, hogy honnan jön. Nem érti azt, hogy az érdemtelenség és a, az értéktelenségnek a gyógyítására szánt jel az, mikor az ember azt teszi, és azt mutatja a bűntudaton keresztül, hogy itt van egy nagyon komoly fokú érdemtelenség, értéktelenség, azt gyógyítsd meg, és akkor a fölötte lévő kompenzációk meg a viselkedési formák eltűnnek, eltűnik a bűntudat. Addig nem fog a bűntudat eltűnni, amíg Ezeket az árnyékoinkat nem integráljuk, profin. Az egy profin. Tudod, nagyon sokat látni a legtöbb ember belekezd, és elér valamilyen szintet, de tudod, a kompenzáció meg a pszichológiát nem értik, és ilyen félkész dolog lesz az egészből. Ebben a DNS árnyék tartományban vannak a hiúságaink és a kompromittáló személyiségeink. Itt ezek az árnyoldalaink tesznek minket rabszolgává. Innen jönnek egy ezek a rossz attitúdok. Innen jön a tompaság. Azért ég ki az ember, mert mind ezek, amit itt felsoroltam, azok azok a strandlabdák, amiket említettem egy másik videóban. Ezeket próbáljuk elnyomni, tagadni, és ez természetesen egy eszméletlen, ici, pici, pici része csak annak, ami, Ezekben a tartományokban jelen van, csak nem akartam túl sűrűre készíteni a, a prezentációs képet. És akkor a DNS árnyékokban, ugye mivel kevés ember ismeri a hogyanját, mi voltát, itt nagyon könnyű megrekedni, és nagyon könnyű az embert manipulálni. Csak úgy lehet egy embert manipulálni, hogyha van benne bűntudat. És csak akkor van bűntudat, ha van bennünk megoldatlan romboló hiedelem, ha töredezett az elménk, és hogyha vannak integrálatlan árnyoldalaink. Tehát fel tudjuk használni a bűntudat érzést arra, hogy valami konfliktusos szituban van bennünk, és akkor utána megyünk és elengedjük. A DNS árnyékok alatt ott vannak a lélek árnyékai. Itt, itt van például a holtság. Amikor úgynevezett átkokat érzünk magunkon, amiről csináltam majd videót, az a, az a holtság, a, a nemzeti átok, az innen jön. Előbb-utóbb ezek az árnyoldalak annyira kiégetik így a, az embert, hogy teljes élettelenséghez és depresszióhoz vezet. És ez a kiégés a lélek szintjén. Ez biztos, hogy vagy láttátok, vagy már éreztétek. Úgy lehet egy embert, egy testet, egy lelket visszahozni az életbe, hogy ezeket a, a, az árnyoldalainkat integráljuk, meggyógyítjuk, és egy pár hét múlva az ember, mint, mint egy csoda, felvillanyozódik, és a leg lehetetlenebb szituból is csak föl kell, olyan, mintha valaki föltámadna. Én ezt rengeteget csináltam, tudod? Azért osztom ezt meg veletek, hogy, hogy lássátok eleve mi, mikor rétegeződések, és hogy miért jutott el ez a civilizáció erre a szintre. Még hozzá szeretnék fűzni egy dolgot, ami valamelyik felvetett, és ez nagyon, nagyon, jó az a kérdés, hogy hát ha ezekre fókuszálunk, az nem rossz, mert nem akkor a negatívra fókuszálunk. És én értem a kérdést, és tényleg szuper jó, ha ezekre nem fókuszálunk, nem fogunk jobban lenni. És tanultam én ezt a mentorjaimtól már több éve, hogy aki ezekre nem mer fókuszálni, és aki ezeket elkerüli szándékosan, az, az, egy Isten káromlás. Mert az Isten teljességét tagadja meg. És mondták, hogy az, az egy pokolba vezető út. És megborzongtam én is, és természetesen már értem, hogy mit jelent, mert azt mondjuk, hogy én nem vagyok a seggfej, én nem vagyok az ember, ha nem hajlandó magán dolgozni, az egy érdekes módon, de ez egy istenkáromlás. És az én dolgom nem az itt veletek, hogy a kedvetekbe járjak, és hogy tudod, azt mondjam, amit te szeretnél hallani, hanem az, hogy kimondjam az Isten igazságot. Az én feladatom ezen a földön, mint ahogy a mentorjaim ezt nagyon-nagyon komolyan számborágták, hogy két dolog. Az egyik az, hogy a bejövő fényt, azt horgonyozni le a jelenlegi világba, a másik meg, hogy isteni igazságot beszélni. Az isteni igazságot beszélni nagyon nehéz, ahhoz kell a Krisztusi tudatosság minimum, amikor az elme már teljesen ki van takarítva, és nincs félelem. Nincs a kritizációtól való félelem, nincs a lejáratástól való félelem, nincs polaritás, nincs bíráskodás. Tehát azért mondom, amit én mondok, az felülről jön, akinek tetszik, tetszik, akinek nem, az meg. Az meg majd megcsinálta magának a karmáját. És mondok, vagy mutatok még egy-két nagyon érdekes ilyen kompenzációkat, mert ez szerintem nagyon ilyen marad a tőle. Angolul van egy, amit úgy hívnak, hogy quitter. quitter. Ezt azért angolul mondom, mert nem találtam rá jó magyar fordítást azt mondja, hogy lógós, munkakerülő, húzódozó. A, van egy másik, azt is a, így a Google-ban néztem, azt mondja, hogy kilépő. A quitter az azt jelenti, hogy valamit megígér az ember, de nem fejezi be. Félig, félúton kiszáll. Ez tuti, hogy ilyet nagyon sokat látok. Viszont ami nagyon érdekes, hogy a quitter, vagy ez a, a logós, ez a kilépő ember, ezt úgy kompenzálja, ami, amit mi látunk. A, mi látjuk a kompenzációt, de nem tudjuk, hogy miből jön. Ez úgy kompenzálja, hogy ő elfoglalt. Nagyon érdekes, mert, tudod, én is, ahogy a, a saját üzletemet, meg a, a tevékenységeimet, mint magánvállalkozó, futatom, nagyon sokat dolgozom, úgynevezett ilyen. A, Hát ilyen segítőkkel, programozókkal, a világ többi részéről is. Abban a pillanatban, mikor én már látom, vagy valaki azt mondja, hogy én nagyon elfoglalt vagyok, tudom, hogy ez egy megbízhatatlan alkalmazott, mert az a fedő története, a fedő szóri annak, hogy ő félúton ki fog szállni. Van egy csomó más ilyen, és elmondok nektek egy párat, mert. Nincs már kecmec. Nem lehet már ebben a régi lábújhegyen járkáló világban igazság nélkül megjavulni, gyógyulni és egymáshoz közel kerülni. Például minden, amit ezen az oldalon látok, hogy mondtam, ez az 1%-a az 1%-ának, az 1%-ának. De minden egyes szó, minden egyes csomag abban a raktárhelységben az egy szeparáció. Amikor mi nem szeretünk valamit magunkban, a világban, másokban, az egy szeparáció. És az integrációs technikákkal ezt vissza tudjuk engedni. Van még egy nagyon érdekes kompenzáció, amitől nekem tátva maradt a szám annó, amikor ezt a mentorjaim tanították, hogy ott van az a gyilkos. Mindenkibe ott van, és ha nem lenne ott, akkor nem tudnánk magunkat megvédeni. Egy nagyon fontos része a teljességünknek csak, amikor a szégyenbe van hozva, amikor az integrálatlan és meg van tagadva, akkor ellenünk száll, és nagyon érdekes kompenzációkat termel. Az egyik mindennapos kompenzációja az elvaratlan gyilkosnak az, hogy valaki orvos lesz. <laughs> orvos. Ebbe benne van a nővér, és ebbe benne van a gyógyító mind a nővér, mind az orvos, mind a gyógyító a valahai gyilkosnak, vagy egy megtagadó gyilkosnak egy kompenzációja. Azért van ez a rengeteg műhiba. Mert amit mi mondunk a felszínen, nem az fog megtörténni, hanem az alatta lévő rétegnek fog manifestálódni az energiája de hogyha integráljuk ezt a kompenzációt, a megtagadott gyilkos kompenzálja az orvos, a megtagadott gyilkos kompenzálja a híler, azaz a gyógyító, a megtagadott gyilkos kompenzálja a nővér, akkor el tudunk engedni egy olyan döbbenetesen erős tagadást magunkban, ami tudatalatti nyilvánvalóan, hogy jobban leszünk, és akkor az az orvos olyan orvossá válik, amely nem lesz műhiba. A műhiba onnan jön, hogy ott van egy elvarratlan, gyógyulatlan gyilkos árnyoldala. Ez igaz a nővérekre is. Igaz a gyógyítókra is. A legtöbb gyógyító azért van megrekedve egy bizonyos szinten, mert ezek az elvarratlan árnyoldalai nincsenek integrálva, és nem tudunk egy bizonyos szint felé kerekedni, anélkül, hogy ezeken át nem mennénk, és integrálnánk őket, és meggyógyítanánk őket. Ennek a lapnak az alján van a krisztusi tudatosság, ahol már ez a raktárhelyiség, ez üres. Semmi nem bánt minket, nem zavar, nem, nem vagyunk polaritásban, és pont attól vagyunk jól, azért nem lehetünk betegek, azért tudunk jól manifestálni, mert már, mikor például pénzre gondolunk, akkor nem érezzük magunkat bűnösnek, nem érezzük magunkat, hogy mi önzőek vagyunk. Az önzőség is egy árnyoldal. És ezeket az árnyoldalakat mi hozzárendeljük, vagy kivetítjük a világra. A gazdag ember az kapzsi, a kapzsi ember csinálja, a szegény ember ezt. Ezekből ennek a bíráskodások, ami ilyen fals, hiedelemrendszernek és a, az integrálatlan árnyoldalainknak egy kombinációja. És említettem ezt, de ez lesz az ára gondolat, hogy amíg ezek bennünk aktívak, integrálatlanok, ismeretlenek, megoldatlanok, addig ezek fogják a mi színházi játszmánkat, amit úgy hívunk, hogy élet, futtatni és befolyásolni. És csak az integrált elménynek az átdolgozásával, ahogy említettem, az árnyoldalak, a hiedelmek és a töredezettség integrálás után tudunk elérni feltétel nélküli szeretetet, békét, bőséget, tökéletes egészséget, jólétet és az isteni cél meg bölcsességet megteremteni és magunkévá tudni. A boldogság az ott van. Ez nem egy kis út. Ez nem arról szól, hogy minden lépés könnyű lesz, sőt, lesznek nagyon jó napjaid, és lesznek nagyon dühítő napjaid. Azért mondom, hogy a feeling az azért van, hogy, hogy ezt te dekódold, értsd meg a jelentését, és az alattalévő hiedelem, töredezettség és az árnyoldal struktúrát old meg, és akkor az a feeling az elmúlik. Még egy utolsó, hogy amikor valami téged bánt, valami triggerel, vagy megbánt valaki, az azért van, mert egy, vagy elfogadtál olyan identitásokat, amelyek csökkentik az értékedet. Ebbe benne vannak a lekicsinlő, lenéző szavak. Te kis hülye, mit tudsz te kis fej? Ahogy említettem, az árnyoldal, az erről szól, azok a megtagadott, Ilyen nyers, ilyen bántónak hangzó részeink a régi történetekből ered, és amíg ezektől menekülünk, addig soha nem tudunk kitörni. A másik, amiért valami minket bánthat, az azért van, mert mi elutasítottunk, mint ahogy mondom, a ribanc, a, ringyó, a gyilkos, amiket már mi nem tudunk tovább taszítani. Tehát a strandlabda, a víz alattartása már nem lehetséges. Följön, elfáradtunk, kiégtünk, és akkor minden a felszínre jön. És pont azon a részén van most a világ, hogy minden jön a felszínre, ez a rengeteg strandlabda. És el kell engedni a strandlabdát, mondom, ennek vannak technikái, erről készítek majd a tréningkurzusokat, és amikor ez megvan, utána leszünk, ahogy mondtam, egy jó közösség, jó egészségű közösség, és érzelmileg felnővünk ahhoz a feladathoz, ami ahhoz kell, hogy az új földet megteremtsük és felépítsük. Oké, okay. köszönöm szépen, ez volt az előadás, és a bármi kérdés van, szeretettel fogadom, és további szép napot. Szervusztok!